egésznapos családi programokkal várta a Tolna megyei önkormányzat a szekszárdiakat és a környéken élőket. Legtöbben Szekszárdról és környékéről érkeztek, és mivel az időjárás is kedvezett a szabadtéri programoknak, minden adott volt ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Nagyon jó, kellemes családias hangulat, felnőttek, gyerekek mindannyian megtalálják a maguknak való programot. A We Love Tolnát négy helyszínen rendezték meg. Dunaföldváron, Pakson, Fad-Domboriban és a Szekszárd melletti helyszínen. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondja, már évekkel ezelőtt elkezdtek azon dolgozni, hogy a fejlesztések mellett a helyi közösségek megerősítését is segíteni tudják. Például a helyi értékek felkarolásán keresztül. Ebben nagyon jó partnereket találtunk munkatársainkba, településvezetőkbe, és azt vettük észre, hogy az emberek is rendkívüli módon igénylik ezt a dolgot. Megszerették, és nagyon komoly közösségek jöttek létre, versenyeznek egymással, mit találnak, és most már körülbelül 450-470 értéket gyűjtöttünk megyeszerte össze, és olyanokat, hogy megmondom őszintén önöknek, hogy az ember eltátja a száját, és meg akarja a fejét, hogy Tolna megyébe ez, és mondják, akkor hát igen, menjek el, nézem meg, és tényleg megnézem, és úristen, hát igen, tényleg itt van. Nagyon kell ezekre vigyázni, mert ezek vagy múltba gyökerező értékek, vagy az emberi lelkekbe, mert emberek hordozzák ezeket az értékeket. De ennek próbáltunk az élére állni, vagy legalábbis csatlakozni hozzá, és ezért keressük a lehetőséget arra, hogy mindig erősítsük ezt a tudatot az emberekbe, a településekbe, és ezért álltunk az élére, és ezért próbálunk folyamatosan akciózni ez ügyben. Fehérvári Tamás szerint fontos, hogy az infrastruktúrális beruházások mellett, amikhez például szintén a megyei önkormányzat által irányított toprendszer teremtett forrást, a helyi közösségeket építő ötletek is teret kapjanak egy-egy régió fejlesztési koncepciójában. Mondok egy konkrét példát. Körülbelül 6 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük ezt a programot, én is úgy szkeptikus voltam, és mondtam a kollégáknak, hogy gyerekek, ez nem fog itt Magyarországon menni, meg így. Szelén elindultunk. Az első hónapokban ugye, akiket fölkerestünk, azok jöttek és elmondták, hogy ők mit gondolnak erről, be tudtunk mutatni egy-két dolgot, tudtunk műsort hozzá szervezni, támogatni egyéb, stb. Aztán egy idő után azt vettük észre, hogy már nem csak ők fogadnak bennünket, hanem a szomszéd település küldöttei képviselői is ott vannak, akik két hét múlva meg fölhívnak bennünket, hogy hát ők is megalakítanák ám a helyi csoportot, és hogy menjünk ám oda is, mert nézzük meg, hogy ők is miket tudnak. Például kulináris dolgokban. Hát ugye a magyar ember nagyon szeret vendéglátást biztosítani másoknak, és jól is főz. Tehát ebbe azóta nem tudunk betelni, és egyre több ilyen fantasztikusabb receptet találunk, de ez kulturális értékekre, épített környezetre, természeti kincsekre, de egészen elképesztő történetek is vannak ebben 450-470 értéktári dolgunkban. És azt gondolom, hogy az igazi érték mindig a szívekben van. A Tolna megyei törekvések pedig országosan is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Egyre több helyen ismerik fel, hogy a helyi közösségek nélkül mit sem érnek a például felújított játszóterek. Több megye fölkarolta ezt a dolgot, és most már elmondhatom, hogy a 19 megyének bőven több, mint a fele részt vesz ebben a munkába, és mondjuk ha a megyéket nézzük, mondjuk Tolna megyét, a településeknek 65-70%-a már részt vesz. Akár eseti alkalommal, de vannak, akik rendszeresen és folyamatosan egész évben végzik ezt a munkát, és építik magukat, építik a környezetet, és közösségben élnek. Fehérvári Tamás azt is mondja, hogy a következő ciklusban ne csak a fejlesztések, hanem a hasonló közösségépítő programok is folytatódjanak.